nap első futama. Ő is beállt. Start ebben a pillanatban, elindult a nyeretlen két évesekkel verseny, egy kicsit nehezen kap lábra Lump, illetőleg Super Mission, annál jobban sikerült viszont a start, és kilőtt Calabrese tud vezetni, mellette ott láthatjuk jó pozícióban ment a falon Snérózt, kívül ebből pedig Eszterlánc próbál meg előrébb galoppozni, Honti Hanna is a frontban van, jelen pillanatban a negyedik pozíció az övé, illetőleg próbálnak előre jönni, most már lassan-lassan. A többiek egy Sea of Turbulence az, aki egy kicsikét úgymond az üldöző csoport hátán van, és a negyedik spúrban fordul, aki viszont vezet, és nagyon jó pozícióban teszi mindezt, az Calabrese, illetőleg a mellette galopozó Eszterlánc, mögöttük pedig Liquidator színei tűnnek föl, Honti Hanna a következő ló, illetőleg Bramastra és még a Top 5-nak a tagja, és ők egy kicsit elköszönni is látszanak a többiektől. Calabrese nagyon könnyen jár az élen, egyelőre azonban még nem kapott komoly támadást sem. Ő hozza a mezőnyt, Eszterlánc folyamatosan mellette galoppozik, és kiveszik harmadik spurba, ott indul majd meg támadásba Liquidator is, illetőleg a Bramastra is begyújtja a rakétákat, és folyamatosan jön előre bent a falon. Aki azonban uralja még mindig a futamot, az Calabrese. Calabrese vezet, megkapja azonban az első támadást Bramastrától, Bramastra már elment mellette, illetőleg ugyanezt fogja tenni Liquidator is. Liquidator is begyújtotta a rakétákat, most már egyértelműen élen van Bramastra. Bramastra visszapróbál jönni a versenybe, Calabrese azonban Bramastra meg fogja nyerni ezt a versenyt, és Bramastra nyert mögötte, Calabrese érte el a célvonalat, harmadik pedig Liquidator lett. Ez volt tehát a bemelegítő versenyünk, és elmondható, hogy Bramastra javulnia kellett ehhez a győzelemhez Piotr Grovickivel a nyergében, József Rozsivál tréner nagy-nagy örömére, hiszen gyakorlatilag végig a frontban látszott, frontban galoppozott, és nyerte meg végül a futamot. A befutóban indítva támadást a nagyon sokáig vezető Calabrese ellen. Nézzük meg a befutó egyenes képét. Itt indult el, és ott egy picit bujócskázott is Grovicki Bramastrával. Ügyesen fűzőcskézte ki magát a már fáradó Eszterlánccal szemben, aki azért pénzért tudott futni. És jött Liquidator is Nagy Tamással, de benne nem volt elég kraft ahhoz, hogy odaérkezzen végül egy jobb helyezés, a harmadiknál jobb helyezés, tehát 5-ös, 1-es, 8-as lesz így a befutási sorrendünk. Aztán messzebb láthattuk Honti Hannát, majd pedig Eszterláncot befutni. Itt pedig Deauville-ban vagyunk, már egyébként a mai napon nagyon-nagyon jó versenyeket láthattunk a francia földön. Itt a legjobb esélyló Golden Boy volt kettessel, Theo Bachelot-val, egyelőre még ő hátrébb húzódik meg, aki vezet most, az Chambonnat 4-essel, Chambonnat kapja a támadást a 7-es Matello-tól, egy Wertheimer-lótól, úgy tűnik, hogy Matello talán lassan-lassan fölénybe is kerül, azonban neki is majd meg kell küzdeni, hiszen Golden Boy bejött a játszmába, és úgy fest, hogy átveszi a vezetést Golden Boy, és meg fogja nyerni ezt a versenyt Deauville-ben. 1200 méteres egyenes pályás futam, és be.